nagyon sokszor lehet arról hallani, sok szakmai tanulmány készült arról, hogy a gázüzemű autóbuszok olcsóbban és hatékonyabban működtethetők, mint a dízelüzemű járművek. Azonban érdemi ilyen tapasztalata a BKV-nak vagy a Budapesti Közlekedési Központnak eddig nincsen. Most ugye nyilván, aki el akar adni egy buszt, nagyon szép számokat egy prospektusba be tud mutatni, ennek ez a rendje, nyilván egy gyártónak ez a dolga, de akkor lehet érdemben meggyőződni arról, hogy ezek a számok igazak-e, hogyha budapesti körülmények között utasokkal menetrend szerinti üzembe ki tudjuk próbálni ezeket a járműveket. Ezért is vállaltuk azt, hogy egy ilyen járművet tartós tesztre átveszünk, és egy hónapig használjuk Budapesten. Ez az autóbusz, ami most utazunk április végétől május végéig, miután a Volánbusz már kipróbálta, egy hónapon át fog működni és üzemelni a 15-ös autóbuszvonalán. Ez ugye egy belvárosi autóbuszvonal, tehát a budapestiek széles köre fog találkozni ezzel a járművel, és egy olyan belvárosi vonalról van szó, ahol azért jelentős igénybevétel mellett tudjuk kipróbálni ezt a járművet. Miután kipróbáltuk, egy részletes értékelést fogunk közzétenni, hogy valóban olyan jó-e a fogyasztása, mint amilyennek hisszük. Én azt gondolom, hogy várhatóan így lesz, de nyilván az élet és a számok beszélnek majd. Illetve az utasoktól is természetesen kérjük majd a visszajelzést, és azt, hogy ahogy a többi busztesztnél is ezt tették, osszák meg velünk a véleményüket, osszák meg velünk a tapasztalataikat ezekkel az autóbuszokkal kapcsolatban.